Ide lent még álmos a zöld rét, a hűvös szellő is még egyszer szép néz. Versek, dalok, mesék és színdarabok követték egymást csütörtök délután a Forrás színpadán. Ötödik alkalommal hívta életre a Forrás fogyatékkal élő fiatalok alapítványa és az EGRI Kulturális és Művészeti Központ a Paraminka tér fesztivált. A fogyatékkal élő fiatalok mellett épp fellépők is bemutatkoztak. Én meg néha, meg a szervezőtársaim meg szoktunk szólítani. Volt már, hogy a Farkas Ferenc zeneiskolából jöttek, most tudjátok, a Boróka Néptánc együttes. Tehát szeretnénk, hogyha nem csak a fogyatékos fiatalok meg a hozzátartozóik lennének itt együtt, hanem valamelyest nyissanak egymás világára. A Fogyatékos Fiatalok Művészeti Fesztiválján EGRI és környékbeli fellépők adtak műsort. Mint elmondták, az ilyen alkalmakra hónapokig készülnek, hiszen szeretnék megmutatni tehetségüket a nézőknek. Évről évre mást és mást próbálunk meg színpadra állítani azért, hogy megmutassuk azt, hogy egy sérült is tudja úgy képviselni, tehát egy sérült is képes ugyanezt megtenni, mint egy egészséges, tehát színpadra tud állni egy egészségessel együtt, és meg tudja magát mutatni. A Paraminka tér fesztiválon idén 10 csoportból 100 fiatal adott műsort.